Csak úgy zúgtak a motorok szombat délután Székesfehérváron. Mikulások gyülekeztek azért, hogy télen is megjárassák egy kicsit a járgányaikat. A télapó ruhába bújt vadmotorosok nem csak jól érezték magukat, jó cél érdekében pattantak fel a motorokra. Azért jöttem, hogy elsősorban adományozzunk azoknak, akik rászorulnak, illetve egy ilyen nagyon jó közösség, amiben jó tartozni. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezen a hideg napon is eljövünk, és megyünk egyet a városba, meglepjük a fiatalokat, a kisgyerekeket, hogy legyen egy jó napjuk nekünk is. Jótékonysági akció volt a motoros felvonulás. A résztvevők az ezredéves iskola kisdiákjainak gyűjtöttek ajándékokat és készpénzt, amit majd élményekre válthatnak. A megmozduláson nagyjából 100-an vettek részt. Szerintem most már karcoljuk a 100 fő résztvevőt, ezt majd meg kell nézni a felvételeken, úgy gondolom, hogy nagyon látványos lesz a sok Mikulás ruhába beöltözött motoros. Az adomány azt élményre szeretnénk, hogyha az iskola felhasználná. Fogyatékossággal élőként személy szerint is azt gondolom, hogy a legfontosabbak az élmények, hogy minél több kirándulás, mozizás, kalandban részesüljenek a fogyatékossággal élő fiatalok. A székesfehérvári motoros közösség közel 200 ezer forintot gyűjtött össze a felvonuláson. Az ajándékokat hétfőn délelőtt vitték el az ezredéves iskola diákjainak.